Paplajosné név faluközi Anna tiszteletére népdaléneklési versenyt tartottak a Széchenyi István iskolában Bonyhádon. A bemutatón induló legfiatalabb gyermek hat, a legidősebb 13 éves volt, mondta Gál Martin Elvira, a Bonyhádi Székely kör elnöke. Azt gondolom, hogy az éneklés fontosságát folyamatosan ébren kell tartani. Az éneklés nyugtat, az éneklés örömmel Halmozza el bennünket, ugyanakkor a bánatunkat is ki tudjuk énekelni, és a mai világban erre egyre nagyobb szükség van, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. A szervezők a versenyből a jövőben szeretnének hagyományt teremteni, mondta Pap Domonkos, pap név falu közi Anna gyermeke. Nyilván a családnak ez, ez egy, egy hatalmas, nagy élmény, élmény. Kicsit büszkeség, bár nem szeretem ezt a szót, inkább a hálát mondanám. Tehát nagyon örülünk, tevékenyen részt is veszünk benne, nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. A nap ünnepeltjének a 101 éves Anna is tetszett az énekesek előadásai. Jó, hát azok nagyon szépek. Úgy örültem, úgy örülök, mikor egyedül egy kislány vagy egy fiú küz, ide, csoportba is, de annyira örülök, hogy egyedül énekel. A produkciókat Steiner Józsefné, a Völtség Néptánc Együttes művészeti vezetője és Szabóné Gáncs Tünde népdalénekes értékelte.